A Veszprémi székhelyű alapinspektor Kft. Az ipari 3D-s szkenelés területén egyedülálló beruházást valósított meg, amint egy 60 millió forintos fejlesztéssel egy egészen speciális ipari szolgáltatást tud nyújtani a cég. Ez a beruházás egy úgynevezett optikai felületszkenner, ez az autóiparban elvárt minőség ellenőrzéshez alkalmazható egyik csúcskategóriás, sőt talán mondhatom, hogy a jelenleg a világon elérhető legjobb minőségű berendezés. Ez egy gyakorlatilag alkatrészeknek a dimenzionális mérését, hibakeresését lehet megoldani rendkívül nagy pontossággal, néhány mikrométeres pontossággal. Ez az autóiparban egy alapelvárás, hogyha valaki széria gyártásra adja a fejét, széria gyártásban szeretne részt venni, akkor mindenféleképpen meg kell győzni a vevőt arról, hogy az alkatrész, amit ő gyárt, az megfelel a specifikációknak, ez erre szolgál. A berendezésnek a nagy előnye a gyorsasága, rendkívül gyorsan a hagyományos mérőeszközökhöz képest, legyen az akár egy koordináta mérőgép, többszörös sebességgel képes előállítani az adatokat. Éppen ezért majdhogy nem mindegy, hogy Veszprém megyéről beszélünk-e, vagy pedig más megyéről, esetleg más országról. Mi is gyakorlatilag az ország egész területén rendelkezünk partnerekkel és dolgozunk nekik, de az országon kívül is, Németországban is, Spanyolországban is, tehát máshonnan is érkeznek hozzánk alkatrészek bevizsgálásra. Ez egy háromdimenziós optikai felületszkenner, aminek a lelke egy kamera, egy szenzor, ami gyakorlatilag a képalkotást végzi egy hidegfényű ledes technológiával. A 3D képalkotás az itt történik, és utána az adatok kiértékelése az bárhol, akár úgynevezett home office-ból, otthoni munkavégzésből, otthoni irodából is megvalósítható. Ez a szenzor egy robotkarra van szerelve, amely robotkar, egy ipari robotkar, éppen ezért van ez egy mérőcellába behelyezve, ugye biztonsági megfontolások alapján, és ez a robotkar működteti ezt a szenzort, a mozgásokat ez generálja egy programozható felületen keresztül, ahol megadjuk ugye, hogy melyek azok a pontok, ahol ennek a robotkarnak a szenzorral a darabra rá kell néznie. Éppen ezért ez a mérés ez ismételhető, és a robotkar gyorsasága miatt igen nagy sebességgel végezhető el. Mivel szeretnénk, hogy a beruházás megtérüljön, ezért mindenféleképpen szeretnénk a lehető legtöbb műszakban, lehetőleg három műszakban működtetni a berendezést. Ez azt jelenti, hogy legalább három, de inkább négy működtető emberre, kollégára van szükségünk. Őnekik nagyon jó térlátással kell rendelkezniük, azért felkészültnek kell lenni, számítógépek használatában otthonosan kell mozogniuk, és ezen kívül szükségünk van a kiértékelést végző mérnökökre is, legalább két főre, tehát optimális esetben ez a berendezés 5-6 munkahelyet generál.